Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint a Dunaharasztiról, a Dózsa-György útról. Itt állok a Dózsa-György úton, és ahogy a első snitben láthattátok, lezárták a közúti aluljárót itt Dunaharasztin. Egy hete van pontosan lezárva, múlt hét hétfőn zárták le a közúti átkelőt. Itt járt keresztbe kasul a Dunaharaszti helyi járat. A volánbuszok, amik úgymond pótolják a vasutat, és természetesen a személygépjármű forgalom is itt zajlott. Látható, hogy itt a buszmegállótábla le van takarva, ez a hévállomás felé eső buszmegálló, itt a túloldalon pedig a Tesco irányú buszmegálló van, ez is le van takarva. Új megállók létesültek, a terelésnek hála, mert úgy folyik a terelés, hogy a Fény ABC mellett van a főút kijelölve, és itt a piacnak az útján jönnek vissza az autók. Majd megmutatom, hogy nektek át fogunk menni majd a túloldalra, csak gondoltam, hogy először a bontásnak a folyamatait mutatom be nektek. Látható, hogy el van mobilkerítésezve az aluljáró. Ide a P pluszer parkolóba se lehet eljutni most már. Dolgoznak a munkagépek. Szedik le, gondolom, a zúzott követ, illetve a földet. Látható, hogy oda előre a túloldalt a Németh út felől áll meg a billencs, és akkor ottan dózerkodnak. Itt pedig kiépítésre kerül egy gyalogos átjáró. Most csinálják itt a rámpát, gondolom a babakocsisoknak, illetve a kerekesszékeseknek, és ott van a lépcső, azon fogunk mi is átmenni, és meg fogjuk tekinteni a túloldalt is, hogy milyen munkák folynak. De úgy gondoltam, hogy ha már itt vagyok, akkor benézünk a állomásnak a területére is, felmegyünk itt, és ilyen kicsit ilyen körbe tekintünk, hogy hogyan is áll itt a felújítás, mert nagyba zajlik a munka. Hát, amit látok egyből, az az, hogy csontra leverték a vakolatot a állomásépületről teljes mértékig, de még a nyílászárókat még nem szedték ki. Nem úgy, mint Kunszent Miklóson például a nyílászárókat szedték ki hamarabb, és utána kezdik majd elleverni a vakolatot. Itt egy nagy New Hollandos lánctalpas gép. Nagyba dolgoznak. Ott lesz majd az aluljáró. Itt van az állomásépület. Ott is van munkagép. És itt szedik ki a anyagot. Anyagolna. És arra lettem figyelmes, hogy amíg elbontják a felüljárót, utána is lesz itt a vasútnak hídja. Átmenetileg beraknak egy ilyen acélszerkezetű hídtestet, hogy a vasúti forgalom, az anyagvonatok tudjanak közlekedni. Ott van a acélszerkezetű hídtest, azt fogják majd oda behelyezni, gondolom én magamtól, senkitől nem kérdeztem semmit, csak ezt kútfőből gondolom én így. Mert láthatjátok, hogy itt szedik ki előbb a anyagot ezen a részen, ezt a felét bontják el, és gondolom a utolsó részlet lesz majd, ahol a vágányok még megmaradnak, azt is el fogják bontani, és ott följebb is majd lesz még bontás, mert a gyalogos aluljárónak is azon része, ahol a vasúti vágány még fönt volt tartva, az még mindig az eredeti, és azt is majd újjá kell varázsolni. Gondolom idővel majd azt is el fogják bontani. De gyertek, tegyünk egy kis karikát, és akkor menjünk föl ott az új gyalogos átkelőhelyen, amit ígértek a lakosoknak, hogy lesz gyalogos átkelő, hogy ne kelljen olyan óriásit kerülni a Rákóczi utca felé, vagy lefelé a piactér felé, hanem ide a közelbe létesítenek egy ilyen gyalogos átkelőt, ahol a gyalogosok, bringások, babakocsisok, illetve gondolom, én ezt is csak útfőből mondom,
a kerekes székesekre is gondolnak, ezért csinálnak ilyen rámpát, hogy ők is át tudjanak jönni a vasúton, mert óriásit kéne amúgy kerülni gyalogosan is. Na hát, itt jövünk, ide a lépcsőhöz behelyeztek egy ilyen irodakonténert, vagy nem tudom, ilyen raktárat, pont ide a lépcső feljáróhoz. Láthatjátok, gondolom ez a régi lépcső is idővel el fog tűnni, mert ha minden igaz, akkor szélesebb lesz az aluljáró, és mélyebb is lesz, hogy a magasabb teherautók, magasabb járművek is átférjenek, és ne legyen az, mint ami eddig volt, hogyha jött egy autóbusz vagy egy teherautó, akkor félre kellett húzódni, és át kellett engedni. És reméljük, hogy az ilyen tócsákat is megoldják, és nem lesz majd ilyen óriási víz, mint eddig. Na hát, nagyba csinálják itt az átjárót. Itt is látjátok, hogy el van terelve minden, de ide be se tudsz amúgy jönni kocsival, de kim vannak a táblák. Szépen meg lesz csinálva itt a rámpa is, és csináltak betonaljból, hogy is hívják ott, lépcsőt. Nagyon nagy, újrahasznosított betonalj. Sziasztok! Hát így fest az új lépcső. A régi sokkal meredekebb volt, mint ez, mert én azon is közlekedtem már. Hát ez egy fokkal kényelmesebb, de az időseknek jobb lesz ez a rámpa, amit most építenek. Szépen halad. Így fog kinézni. És itt van a... Hát ez valami beton, vagy nem tudom, ami zúzalék van ide lerakva. Innen közelebbről is látjátok a fém szerkezetet. Ez lesz berakva ilyen ideiglenes hídként, hogy tudjanak közlekedni a vonatok oda aluljáró helyére, amit elbontanak. Itt is van egy ilyen kis depó, ott vannak a nagy zúzott kőhalmok, konténerek, munkagép, daru, és itt lehet átjutni egyik feléről Harasztinak a másik felére, mert Harasztin nagyon jól helyezkedik el a vasút, egy az egybe kettészeli. És akkor így néz ki a hídtest, ami beépítésre kerül majd oda. Ez maradt meg, mint fővágány, ez a harmadik vágány. Láthatjátok, hogy ott van a cölöpölőgép is a távolban, a daru is, és akkor itt lemegyünk. Amúgy ide csináltak rendes közúti átjárót is, gondolom a munkaterület véget. Ilyen strélátjárót raktak le oda a gyalogoshoz is, meg ahol a munkagépek járnak be oda is. Csak hát itt nem lehet civilként átmenni, ez ilyen munkaterület úgymond. Sokkal egyszerűbb lett volna, hogy itt rendesen megcsinálják ilyen átmeneti átjárónak, és akkor nem kéne akkor átkerülni, mint így. De hát nem így történt. Hát ez van. Gyertek, nézzük meg a Némedi úti felét is a aluljárónak. Meglessük, hogy itt milyen munkálatokat végeznek. Szerintem ez is amúgy valami mávos épület lehetett, de én szerintem már magánemberek lakják. De így a kinézete az nagyon mávosnak tűnik. Gondolom szolgálati lakások voltak itt annak idején. Nem tudom, hogy ő vele lesz-e valami, hogy útba lesz-e a felújításnál vagy sem, mert eddigiekben nincs kiürítésről szó. A néni ott néz az ablakba, én megnéztem rá. Itt egy MP3-as Actros, piros. Láthatjátok, hogy itt nem lehet kimenni. Zsák utca lett az utcából, csak a dolgozók közlekednek. Ott is kettlepillár, homlokrakodó. Hát itt nagy üzembe folyik a munka. Itt szétterítenek egy csomó földet, de nem tudom, hogy mi célból. Láthatjátok, hogy oda rakta le a billencses a földet, és így elterítik ide a aluljáróhoz. Hát így néz ki a Némedi út felől az aluljáró, ez se sokáig fog így kinézni, mert készül az új. Na, megtudtam a mesterektől, hogy ezt a feltöltést azért végzik, hogy
be tudjon jönni az a nagy cölöpölőgép, amit az előző snittekbe videóztam nektek ott a töltésen, mert itt ezt az egész falat el fogják majd bontani, és mellé egy új cölöpfal fog épülni, hogy itt a művelődési ház, meg bármi, nehogy megcsúszson. Ez a fele is új lesz, meg ha minden igaz, akkor erre is nagyobb lesz, szóval szélesebb is lesz, meg mélyebb is lesz az aluljáró. Hála jó Istennek, mert legalább nem kell majd félreállni, mikor jön egy busz vagy egy teherautó. Hát röviden és tömören ennyi lett volna ez a körbetekintő helyzetjelölötős videó, elég hosszú lett. Ez itt a Táncsics Mihály művelődési ház. Láthatjátok, ott van az állomásépület. De amúgy meg ez az aluljáró elég jó szolgálatot tett, mert több mint 100 éves, úgy mint az állomásépület is. De van egy kedves nézőm, ő mindig írja nekem az információkat, és őtőle tudom, hogy az aluljáró meg az állomásépület azok egy idősek, és több mint 100 évesek, az egy fix. Na hát ennyi lenne a videó, még annyit megmutatok nektek, itt forgolódok egy gólyafos a levegőbe, hogy láthatjátok, hogy itt is le van zárva a Németh út, a Táncsics Mihály utca is le van zárva, a Zsák utca, illetve láthatjátok, hogy jön onnan szebből a személyautó, hogyha lekanyarodik balra, akkor úgymond az a főút, és ott tudja megkerülni a piac tér felé a egész mindenséget. Ez a Bezerédi ABC, régen Fény ABC volt, ahonnan jön a Volkswagen Sharan, meg amerre megy a Espace, arra kell kerülni most ez a felállás. A volán buszok meg lettek kurdítva, azok valahol itt fordulnak vissza, és nem mennek le egészen a hévállomásig, hanem csak idáig közlekednek, és innen mennek vissza Népligetre a 679-es járat. Hát, ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Jó bőrére eresztettem. Volt benne minden is. Jó, vasúti mozgás az nem volt, de az építkezést azt én szerintem teljes mértékig jó, be tudtam nektek mutatni. Most dolgozik a Caterpillar is, csinálja a töltést, hogy majd a cölöpölőgép be tudjon állni, és el tudja kezdeni az új cölöp támfalat építeni. Mind a két oldalt lesz egy beton támfal, hogy semmi se csúszson meg. Ezért kerül ide ez a irdatlan mennyiségű föld. Én épp azt mondtam, hogy föntről, amit kiszednek törmelék, azt ide le kéne dobni, és akkor annyival kevesebb földet kéne ide hordani, de azt mondták, hogy azt nem lehet. Ezért a billencses hordja a földet valahonnan, valamelyik munka bázispontról, ahol éppen dolgoznak. Gondolom helyben megoldják az ilyen anyagmozgatásokat. Na, jók lehetek, remélem, hogy tetszett. Herbák László, Erik, Erla volt a minden Dunaharasztiról, az élőhelyemről készítettem a videót. Itt lakok már 1998 óta. Aztán ennyi. Ott meg egy jó kis TGS dolgozik, egy billencses. Szóval lesznek még innen videók bőséggel, mert van mit még itt csinálni, de reméljük, hogy egyszer csak elkészül majd ez a beruházás is, és mindenkinek sokkal jobb lesz, gyorsabb lesz, reméljük, hogy halkabb lesz, mert ha minden igaz, akkor zajvédő falat is fog kapni a vonal, és nyomadhatjuk majd ezerrel a utazásokat rajta. Nem tudom, hogy mi lesz a végpont, hogy keletibe fog járnia, vagy Kőbánya Kispestre visszakerül. Ez majd minden majd ki fog derülni a későbbiekben. Gyönyörű szép TGS. Na és akkor itt van a patent gyalogos átjáró. Hát láthatjátok, hogy itt föl lehet jönni. Itt nincs kialakítva ilyen rámpa. Hát ilyen magyarosan lesz megoldva, de legalább meg lesz csinálva. Át lehet jutni A-ból B-be. Most már tényleg elköszönök. Sziasztok!